Önök a Bonyhádi Naplót látják, köszöntöm nézőinket. 19. alkalommal rendezték meg Bonyhádon a Völgységkönyvfesztivált. A rendezvényen a kicsiktől egészen a felnőtt korosztályig mindenkinek kínáltak programokat a szervezők, meg annyi író-olvasó találkozót tartottak, voltak könyvbemutatók és szabadidős elfoglaltságok. Az olvasásról azt tartják, hogy számos jó hatással bír az emberi szervezetre. Csökkenti az Alzheimer-kór kialakulásának esélyét és a stresszt, növeli a tudást és bővíti az olvasó szókincsét, valamint fejleszti a memóriát és a koncentráló képességre is jó hatással van. A Bonyhádon 19. alkalommal megrendezett könyvfesztiválon számos könyvet találhattak az olvasás iránt érdeklődők. A 3 nap alatt több mint 30 eseménynek adott otthont a Solymár Imre Városi Könyvtár előtt lévő Perccel kert. Író-olvasó találkozókat, könyvbemutatókat és különböző kulturális programokat kínálta a könyvfesztivál az érdeklődőknek. Akadt olyan is, aki Szekszárdról ment át Bonyhádra, hogy kedvenc szenvedélyének hódoljon, míg volt olyan érdeklődő, akit a könyvek szeretete vonzott a fesztiválra. Nem a programok miatt jöttem, csak is a könyvek miatt, tényleg. Regényeket és dokumentumkönyveket. Komolyabbak regények, Berkesik, ezeket, Szilvási, abból megvan minden sorozat. Azokat már kinyomtam, hát most van, amit előveszek némelykor. Eredetileg azért, hogy Európa térképet vegyek, de azt sajnos nem találtam sehol. Az én megítélésem szerint egy nagyon nagy reklámja a városnak, mert olyan híres, értékes emberek érkeznek ide, akiknek az alkotásaikból, a könyveikből bemutatkozásaikkal az emberek nagyon sok értéket és tapasztalatot és tudást tudnak szerezni. Én a magam részéről rajzpályázat zsűrűje voltam. A rajzpályázatnak az volt a címe, hogy tájak, városok, emberek az irodalmi alkotások tekintetében. 108 pályázat érkezett be a könyvtár számára. A különböző korosztályokból, ez óvodás korosztálytól egészen volt egy 74 éves úr is, aki úgy érezte, hogy az ő alkotását meg tudja nekünk mutatni. Nagyon-nagyon értékes alkotások voltak, különböző stílusba készült rajzok, grafikák, festmények. Nagyon nehéz volt a döntés. Végül is mi úgy döntöttünk, hogy nem lesz első, második, harmadik, negyedik helyezett, hanem akiknek az alkotásait úgy ítéltük meg, hogy díjazásra érdemes, vagy arra méltó, akkor ők kapták meg, ezek voltak Bonyhádiak 12-en. De a vidékiek is kaptak, a vidékiek pedig postán lettek kipostázva, ugyanis ők nem tudták vállalni az utat ide, ugyanis Hódmezővásárhelyről, Debrecenből, messziről érkeztek, Budapestről, Szentendréről érkeztek alkotások, és nem vállalták az ide utat. Amit én azért, mint ember, nagyon sajnálok, mert ez a könyvfesztivál, ez a Bonyhádi, ez egy kuriózum, és nagyon sok ismerettel gazdagodhattak volna, nem csak Bonyhád tekintetében, hanem itt az irodalmi alkotások tekintetében is. A Völgységkönyvfesztiválon már 6. éve visszatérő vendég Bíró Szabolcs író. A szerző azt mondja, számos szép emlék és barátság köti a Völgységkönyvfesztiválhoz, ahova szívesen jár vissza. Szabolcs a történelmi regényeivel lett ismert és elismert író. Bonyhádra az Anzsuk sorozatának legújabb, 6. könyvét hozta el. Erről mesélt stábunknak. Az én történelmi regényeim azok a 14. században játszódnak, jelenleg egytől egyig. A Non Nobis Domine volt a legelső történelmi regényem, ezen több mint 4 évig dolgoztam, majd 4 év további tanulás és hát folyamatos regényírás után újraírtam, tehát abban a Non Nobis Dominében, ami ma itt a standon kapható, abban tulajdonképpen több mint 8 év munkája benne van, és hát ez volt a legelső történelmi jellegű munkám. A vége az tulajdonképpen már az Anzsukor hajnalában játszódik, a Rozgonyi csatával ér véget, és amikor én ide eljutottam több év munkájával, akkor már tudtam, hogy én le fogok ragadni egy jó pár évre az Anzsukorban, a 14. századi magyar történelemnek a szerelmese lettem, és innen indult aztán az Anzsuk sorozat, aminek jelenleg a 6. kötete jelent meg, hát alig 2 hetes a könyv, úgyhogy egy teljesen friss kiadványról van szó.
A könyvfesztiválnak helyi vonatkozása is volt. A Tóth István Zsolt, Stejb György és Klebovics Miklós által írt kötet a fesztiválnak is helyt adó Perckert botanikai és történeti érdekességeiről szól. Bonyhád polgármestere Filóné Ferenc Ibolya megnyitójában úgy fogalmazott, hogy mindig öröm, hogy a fesztiválon van helyi vonatkozású kiadvány. Később pedig stábunknak azt mondta, büszke erre a kötetre, aminek elkészüléséhez maga is hozzájárult. Nagyon sokan vagyunk, és nagyszerű programokon vagyunk már eddig is túl. Bíró Szabolcs 20 évek óta vendége a Bonyhádi Könyvfesztiválnak. Az ő adását hallgattam meg, és a legutóbb a mellettünk lévő sátorban pedig egy nagyszerű kezdeményezésnek a gyümölcsét mutatták be a szerzők, hiszen annak örültem, hogy a megnyitóban is ezt fogalmaztam meg még péntek délután, hogy gyakorlatilag nincs év, hogy a fesztivál úgy kezdődjön, vagy úgy teljen el, hogy nincsen bonyhádi kötődésű kiadványnak a megjelenése, ami kapcsolódik a könyvfesztiválhoz. Így volt ez idén is, hiszen a Perckert kastély és a körülötte lévő parknak a nagyszerű és csodálatos fáiról készült egy kiadvány. Annyiban kapcsolódom hozzá, hogy a kezdeményezők megkerestek, és a polgármesteri keretemből támogatta magának a könyvnek a kiadását, tehát ebből a forrásból tudott megvalósulni. A könyveken kívül a fesztivál szórakozási lehetőséget kínált kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A gyermekeknek egy külön sarok volt kialakítva, ahol játszhattak, valamint egy másik rész, ahol hangszereket szólaltathattak meg, vagy püfölhették a lábasokat. A fesztivál zárónapján futóversenyen vehettek részt az érdeklődők, amit szakadó esőben rendeztek meg. Ennek ellenére szép számmal jelentek meg rajta a sportolni vágyók. Folytatódik a Bonyhádi csapadékvíz elvezetési program, melynek keretében több nagy forgalmat lebonyolító utcában teljes vagy részleges útlezárásra kell majd számítani. A munkák várhatóan július végén fejeződnek be. Majdnem pontosan egy esztendővel ezelőtt készült el Bonyhád legforgalmasabb utcáján a kerékpáros közlekedést segítő építkezés. Azzal a programmal majdnem egy időben már a vízelvezetés megoldását szolgáló pályázat megvalósítása is futott a városban. A terv az volt, hogy a két projektet összedolgozva egyszer kelljen csak a forgalomkorlátozásokat bevezetni. Ám időben olyan eltérés volt a két projekt között, hogy erre semmilyen esélye sem maradt a városnak. Ezért újabb építkezés és útfelbontás nehezíti majd a közlekedést a Perckert utcában. Bonyhád városában zajlik a csapadékvíz elvezetés infrastruktúrális fejlesztésünk, amely egy pályázati nyertesség követően indult kivitelezés tavaly ősszel. A munkák a jelen fázisában elérkeztek a Perckert utca és a Dr. Kolta László utcai csomópontban, ami azt jelenti, hogy jelenleg ezen a héten közműfeltárásokat végeznek, mely véget ideiglenes forgalomkorlátozás lépett életbe, ami azt jelenti, hogy a Perckert utcában felváltva tud haladni a forgalom, a Kolta László utca pedig a Perckert utca felől nem lehet behajtani, a másik irányból pedig a Jókai utca és a Perckerti út elágazástól zsákutcaként működik, oda csak a célforgalom hajthat be. Ezek az útlezárások továbbra is érvényben lesznek különböző korlátozásokkal, mivel a jövő héttől már elkezdik a Perckert utcában az útfelbontást, mivel elhelyezik a csapadékvizelvezető csővezetéket, valamint a szükséges aknákat. Egészen augusztus végéig tartani fognak a kivitelezési munkák. A forgalomkorlátozásokat jelezni fogjuk táblákkal, valamint hirdetményekkel is, hogy mikor, melyik irányban milyen korlátozásra lehet számítani. Mint minden építkezés, ez is útfelbontásokkal jár, mondta Brill János, a kivitelező Pakszakszádi vízitársulat ügyvezetője. A projekt két részből áll, emelte ki, melyek szorosan összefüggenek. Ez tulajdonképpen két részből áll. Az egyik Bonyhádváros vízrendezése, tározóépítés, becsatlakozó műtárgyak a Völgységi patakba, csappantyús fejlesztése. A másik, amelyiket jelen pillanatban itt is látható, csapadékvíz elvezetés, Dr. Kolta László és a Völgységi patak közötti területen. A munkálatokat párhuzamosan kezdtük meg, ütemterveknek megfelelően, mindkét munkaterületen. A tározóépítés, mint olyan, nem zavarja a városlakók komfortérzetét, mert ugye a város külterületén, mint egy külterületén történik.
a további építkezések folyamán sem fogja zavarni. A csapadékvíz elvezetés, mint minden építkezés, ez sajnos útfelbontásokkal és egyéb útlezárásokkal jár. A csapadékvíz elvezetési munkákat a Völgységi patakból, mint befogadótól kezdtük el építeni, ügyelve arra, hogy az ütemterveket betartva minél kisebb lezárásokkal és útfelbontásokkal történjen. A jelen helyszínen, ahol most a Percelmór utca és Dr. Kolta László utca keresztelésbe érkezünk, éppen azért történt így az ütemezés, hogy az iskolaszünet, illetve nyári szabadságolások idő szakára essen. A forgalom korlátozása miatt jelentős torlódás várható mostantól a belső területeken. Kérem a környező települések lakóit is, hogy amennyiben Bonyhádon keresztül közlekednének, és feltétlenül a központban nincs dolguk, akkor inkább az elkerülő utakat használva kerüljék ki a városközpontot, hogy az építési munkák véget ne kerüljenek. Bonyhádváros vízrendezési programjának beruházási költsége bruttó 200 millió forintot vemészt fel. Egy esztendő telt el azóta, hogy új rendszerben a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium tagintézményeként végzi tevékenységét a volt Vörösmarty Általános Iskola. Kovács Ferenc tagintézmény vezető azt mondja, célkitűzései megvalósulását látja az elmúlt esztendőben. Több felkérés után a harmadik megkeresésre mondott igent az igazgatói feladatra Kovács Ferenc. Andorka Gábor a Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója volt az, aki őt gondolta a legalkalmasabbnak az evangélikus általános iskola igazgatására. Úgy gondolom, hogy ez iskola egy nagyon híres német nemzetiségi iskola most már sok évtizede, és én, mint német nemzetiségi ember, úgy gondolom, hogy vannak ebben a témakörben koncepcióim, amit szeretnék, hogyha fenntartanánk ezt és fejlesztenénk tovább. Amikor megismertem az iskolát, ugye azért nagyjából ismertem már, meg a tantestületet is, a gyerekeket nem ismertem, őket megismertem időközben. Látható volt, hogy itt sok infrastruktúrális fejlesztésre van szükség. Elindultunk egy ilyen irányban, nagyon sok rétű fejlesztésekbe kezdtünk bele. Gondolhatok itt arra, hogy például tavaly nyáron már elkezdtük klimatizálni az iskolát, mert hihetetlen meleg van, és a gyerekek már nehezen bírják így a nyári időszak előtt, de udvari fejlesztésekbe belekezdtünk, egy játszóteret szeretnénk kialakítani, illetve elég lerobbolt állapotúak voltak a mellékhelyiségek, amiket most komplett felültünk már az alsó tagozaton, elég nagy tételért, és tehát felújításokba kezdünk. Ezen kívül a nevelés-oktatás színvonalának folyamatos fejlesztésén gondolkodunk, hogy hogyan tudjuk elérni azt, hogy a pedagógusok a legjobb környezetben dolgozzanak. Gondolod itt arra, hogy okos táblákat, interaktív táblákat szerelünk föl a nyáron, több osztályteremben tavaly lecseréltük a táblákat filces táblákra. Tehát mindenféle ilyen infrastruktúrális fejlesztés mellett végig kell gondolni még azt, hogy az oktatási struktúra hogy alakul. Arra gondolok, hogy a két nyelvű német nemzetiségi képzés mellett idén elindítottunk egy angol oktatást is. Azt gondoltuk, hogy az iskola minél több lábon áll, annál jobb, és hogy a beiskolázási mutatóinkat is stabilizáljuk, ami egy nyugodt légkört eredményezhet a kollégák és a gyerekek tekintetében is, ez elengedhetetlen. Szeretnénk mindenképpen ezt az angol struktúrát erősíteni a jövőben, és hát nagyon örülök neki, hogy más programokban is, mint például a sakkpalota program, amit tavaly már elindítottunk, vagy a Lego Matek program, amit jövő szeptembertől indítunk, a kollégák is nagyon nyitottak, és rengeteg tanfolyamra járnak, és látszik, hogy itt azért nem a burnout szindróma ütötte fel a fejét. A legfontosabb a jó munkalégkör a kollégákkal is, és a gyerekekkel is, hogy bátran bármikor kereshetnek, nyugodtan nyitott ajtó politikát folytatok. Ugyanazt látom különben az iskola igazgatójánál és Andorka Gábornál, tehát bármivel meg lehet keresni. Ha ez arról van szó, hogy kiégett egy égő, abban a pillanatban megcsináljuk, nem toljuk magunk előtt a feladatokat, ha pedig valami hosszú távú elképzelés van, arra is mindig megoldást próbálunk találni. Bár egyelőre még nem a gimnázium gyakorló általános iskolája hivatalosan az intézmény, már lépések történtek a szorosabb szakmai együttműködésre a gimnázium és az általános iskola között. Sok kollégánk óraadóként letanít az általános iskolába, ezáltal ők is jobban megismerik az itteni gyerekeket. Olyan szempontból nem vagyok elégedett még, hogy az év folyamán nem tudtunk annyi programban együttműködni a gimnáziummal, ahányszor szerettem volna.
Értem itt azt például, hogy a Nemzeti Összetartozás napján már együtt emlékeztünk meg, de több programon együtt emlékeztünk meg. Én azt gondolom, hogy lehetett volna ez még bővebb, akár sportprogramok keretében, akár közös pünkösd diánhitat keretében, jövőre ebben még több időt szeretnék szentelni. Azért, mert azt gondolom, hogy ha ezek a gyerekek látnak olyan példát maguk előtt, ahol érettségi előtt álló 12-es gyerekek látják, hogy viselkednek, akkor ez egy olyan minta ő szemükben, amit követendőnek tartanak, és hát reméljük, hogy előbb-utóbb a gimnáziumban még többen jelentkeznek innen. A jövő év újabb komoly kihívás elé állítja majd az iskola vezetését, mondja Kovács Ferenc. Hát az angolos program stabilizálását, beiskolázási mutatók stabilizálását mindenképpen. Azt gondolom, hogy felül kell vizsgálnunk egy kicsit a DSD nyelvvizsgálókkal kapcsolatos eredményeket is, tehát hogy még jobbat tegyük ezeket. Én azt gondolom, hogy itt még van sok tennivalónk, és hát az infrastrukturális fejlesztés természetesen tovább folytatása. Jelenleg 470 diák tanul az intézményben. A cél, hogy nem mindenáron, de a lehetőségekhez mérten maximális kihasználtsággal működjön az iskola. A mi célunk gyakorlatilag az, hogy minden évfolyamon stabilan 3 osztályt el tudjunk indítani. Erre jelenleg van is hely, és még fejlesztések vannak. Az elmúlt években jelentősen megszépült a várajai tábor. A Bonyhádi Sportcentrum kezelésében álló létesítmény korszerűsítését tavaly elvégezte az önkormányzat. Ennek hatására jelentősen nőtt az idevágyók létszáma. Nagyon tetszik nekünk azért, mert szerintem ebben jobban tudunk együtt lenni. Éjjel-nappal együtt lenni a legjobb barátunkkal valóban más. Tudják ezt a pedagógusok is, nem véletlen, hogy a várajai táborban egymást váltják a bonyhádi általános iskolások. A város önkormányzata az elmúlt években jelentős fejlesztés hajtott végre, emelve a komfortfokozatot, mondta Kölő Roland, az üzemeltető sportcentrum igazgatója. A Bonyhád város önkormányzata 2018 április 1-ével hozta létre a Bonyhádi Sportcentrumot, és amit akkor célként megfogalmaztunk magunknak, az én azt gondolom, hogy egy év elteltével sikerült elérnünk azt, hogy a bonyhádiak, illetve a bonyhádiak tudják azt, hogy van Bonyhádi Sportcentrum, és nagyon fontosnak találjuk azt, hogy szeretnek is minket, hiszen olyan újdonságokat hoztunk létre, amivel jó eredményeket értünk el. Ugye itt állunk most a várajai táborban, az önkormányzat uniós pályázati pénzből tavaly évben 330 millió forint beruházást hajtott végre, játszóterek épültek, ügyességi fejlesztő játékokat alakítottunk ki, megújult a tábor teljes arculata, és ezáltal már jobban el tudjuk adni magunkat. Olyan plusz dolgokat tudunk nyújtani, ami által a családok is megtalálnak minket. Teszem azt, vannak olyan szolgáltatásaink, amivel kijön egy komplett család ide, és akár egy napot, több napot is el tud tölteni itt. Minőségi javulást eredményeztek ezek a beruházások. Én azt gondolom, hogy aki nem volt itt, az egyszer érdemes ide eljön, hiszen itt a keletmecsek várajai részében olyan dolgok alakultak ki, köszönhetően az önkormányzat támogatásának, ami tényleg családbarát. A tábor ismertsége nem csak a városban és a völgységben nőtt jelentősen, de hála a közösségi oldalak nyújtotta lehetőségeknek az ország több pontjáról érkeznek gyerekek az erdei iskolába. Unatkozni nem nagyon kell itt az erdő közepén, a képek tanúsága szerint a kisiskolások is találnak maguknak programokat. Az ország különböző pontjaiból jönnek hozzánk, erdei iskolából, különböző sportegyesületek tartják meg itt az edzőtáboraikat, akár kutyástáborunk van, és karate táborunk van például, de hogyha nem menjünk ilyen messze, Bonyhád összes iskolája nálunk táboroztatja az első négy osztályos tanulóit. A Bonyhád város önkormányzata napi 2000 forint per fő összeget járul hozzá a gyerekek táboroztatásához. Egyszerre megközelítően 90 gyerek pihenését tudják a táborban biztosítani. Tavaly szervezett első ízben sporttábort a Bonyhádi Sportcentrum jelentős sikert elkönyvelve a résztvevők és a szülőik körében. Az idei évben már két tábort szervezünk, hétfőtől péntekig tartó turnusokban, az egyik az július 8-ától 12-ig fog tartani, a másik július 29-től augusztus 2-ig. A tavalyi táborból kiindulva imádták a gyerekek, a szülők még inkább, elhozták hozzánk a gyerekeiket reggel 8-ra, délután 4-ig. Mi foglalkoztunk velük, elfáradtak, mozogtak, sportoltak, jól éreztük magunkat, elmentünk közösen ebédelni, közös dolgokat csináltunk, strandoltunk, mindenféle edzéseken vettek részt. Azokon az edzéseken, amelyeket szakképzett
pedagógusok és szakedzők tartottak. És az idejében ugye úgy döntöttünk, hogy kettőt fogunk szervezni. Várjuk már nagyon mind a két táborunkat. Nagyjából visszatérő gyerekeink vannak, nyilván vannak újak is, de szeretnénk idén is olyan pluszt adni a gyerekeknek is, a szülőknek is, hogy jövőre még tudjuk növelni a kapacitásainkat. Hely még korlátozott számban van a sporttáborban, akiket az idei programok érdekelnek, azoknak a sportcentrum elérhetőségein nagy személyesen van alkalmuk a jelentkezésre. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!